Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Már csak egy hét van hátra, jövő hét hétfő a határideje a személyi jövedelemadó bevallásának. A témával bővebben is foglalkozunk később, de előtte nézzük a teljes kínálatot. Almás kertet áldottak Tuzséron, különleges őshonos fajtákat örökítenek tovább. Felújított szolgálati lakások, hazai forrásból fejlesztett Tisza-Eszlár önkormányzata. Közeleg a határidő, hétfőig téríthető meg a személyi jövedelemadó. Önerős beruházás Rakamazon, önálló épületben az idősek nappali ellátása. Közel 60 féle a Kárpát-medencéből származó almafajta génjeit tartják életben Tuzséron egy emlékkertben. 2018-ban ültették ide az első fákat, amelyeket minden évben megáldanak. Így volt ez az elmúlt héten is. A rendezvényen az is elhangzott, bár a meleg idővel a kártevők is hamarabb érkeztek, idén jó alma termésre számíthatnak a gazdák. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen a földből mindenféle fát, szemre kívánatosat, és eledelre jót, az életfáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának fáját. Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt. Mózes első könyvéből idézett Bodnár Róbert református lelkipásztor Tuzséron, a református egyházközség emlékkertjében. Itt olyan almafajtákkal találkozhatnak az ide látogatók, mint az éva és a pálinkának is kiváló pónyikalma, vagy a ma nagyrészt Szlovákiához tartozó Hontvár megyéből származó leánycsöcsű alma. Ennek a célja az, hogy tovább vigyük ezeket a régi fajtákat, hiszen ha ezt elhanyagoljuk, akkor már a mi gyerekeink, a mi unokáink már biztos ezzel nem fognak találkozni. Ide, ha ki fognak sétálni, eljönnek bárhonnan az ország bármelyik részéről, akkor nagyon nagy szeretettel és tisztelettel megmutatjuk ezeket a fajtákat. Augusztustól már elkezdenek érni, és egészen november elejéig vannak érőfajták. Ez valamikor egy gyakorló kert volt. Az általános iskolának ugye a gyerekek ide jártak a gyakorló kertbe különböző növényeket, hagymát, retkelt, egyebeket termelni. Nyáron még én is jártam ide, meg még én is itt végeztem az iskolát, tehát nekem ez egy emlék volt. Ez a terület egy elhagyatottá vált, az egyház területe volt, és akkor az egyházzal közösen úgy döntöttünk a kertbarátkör, illetve a református egyházközösség, hogy ide létrehozunk egy emlékkertet. Ennek van egy kertbarátklub tagunk, aki nagyon lelkes, és ő ezek a csemeték után járt, úgyhogy 58 fajta almafajta van most jelen pillanatban régi fajtákból ebbe a kertbe, amire kicsit azt mondom, büszkék is vagyunk, hiszen a környéken nem nagyon tudok ilyenről. A Révész Gyulának hívják egyébként, meg is említem a nevét, Révész Gyula, ő egyébként utána járt Dunántúlon, és van már egy ilyen génbank, egy alma génbank, és onnan hozott szaporítóanyagot, és ugye ő ezt a saját kertjébe leszaporította, és utána kerültek be ide ebbe az emlékkertbe. Minden fajtából kettőt ültettünk, hogyha véletlenül ugye valamelyik esetleg kiszáradna, vagy bármiféle probléma történne vele, akkor ne legyünk anélkül. A gondozása az ugyan a kertbarátkör tagokkal együtt szoktuk megmetszeni, erre mindig van egy kis rendezvényünk is, ugye, vagy egy kis szalonnasütés, vagy egy kis ez követően. És maga a növényvédelmet, azt személyesen ezt én szoktam megoldani, saját magamnak is van gyümölcsös, és akkor itt is szoktam lepermetezek úgy egy füst alatt. Néhány fánál azonban a legnagyobb odafigyelés ellenére is találni beteglevelet. Én úgy gondolom, hogy az idei évben valószínűleg jó almatermésünk lesz, bizakodunk benne, ugyan a fagykár azért sok gazdálkodónak problémát okozott. Most, ami teljesen aktuális a mai napon, az a növénykárakozók közül az almaforrasodás, illetve a kártevők közül az almamoly elleni védekezés. Én azt javaslom a gazdálkodóknak, hogy mindenki figyelje a saját ültetvényét, a kertjét, és ugye az aktualitásoknak megfelelően időben el lehet végezni a kezeléseket. Én úgy gondolom, hogy most még az ültetvények nagyon szép állapotban vannak, tehát kevés az elhanyagolt kert, bízom benne, hogy fogják ezt tudni tartani és a gazdatársak. Ehhez viszont még sok csapadékra van szükség, és ha a természet nem is mindig kegyes a gazdákhoz e téren, más technológiák is tudják segíteni a megfelelő vízmennyiség utánpótlását. Kiemelt program keretében dolgozunk azon, hogy a
korszerű gazdálkodáshoz szükséges öntözővíz mindig mindenhol rendelkezésre álljon. Az, hogy milyen jövő előtt állunk, nagyon sok dologtól függ. Természetesen azt tudjuk, hogy Ukrajnával történő Európai Uniós tárgyalások megkezdése számunkra azt jelenti, hogy új helyzet van, új stratégia kell, és a háború után, amennyiben végre majd megállapodnak a tárgyalóasztalnál, nagyon valószínű, hogy Ukrajnának a megmaradt területe az az unió részeivé válik majd, és nekünk ezt kell figyelembe venni. Tehát tudás, korszerű technológia, korszerű fajták és a különleges piaci igényeknek való megfelelés számunkra alap. Ezért csodálatos ez, hogy most itt vagyunk, hogy érződik az, hogy az emberek mennyire odafigyelnek a tudásra, mennyire pontosan, precízen tartják a technológiát. De ez egy külön üdítő érzés, amikor az ember látja, hogy az elmúlt korokban termesztett fajtákat egy területen egyben képes látni, megismerni, és hát reméljük, hogy a jövő generáció számára is meg tudjuk mutatni. Itt elhangzott az előbb egy kulcsfogalom, hogy különleges piaci igények. Ez mit jelent pontosan? Mire kell ilyen szempontból készülni a magyaroknak? Rengeteg olyan ember él ma már Európában, akik különböző hiánybetegségekkel szenvednek, különböző anyagokra allergiásak, és számukra olyan élelmiszert kell előállítanunk, amelyek az ő szervezetük számára elfogadható. Ez komoly kutatást igényel, ez komoly odafigyelést igényel a termesztés során, és esetenként új fajok, növényfajok és különleges fajták kinemesítésére van szükség, hogy valóban az igényeknek megfelelő élelmiszer legyen. Van egy másik kérdés, amire válaszolni kell, hogy megváltozott az életmódunk a 21. században. Mozgásszegény életmód van, tehát ehhez szükséges, könnyen emészthető, magas biológiai értékű tápanyagokra van szükség. Na ez a 21. század szakembereinek a feladata, hogy erre megtaláljuk az érdemi választ, és ne a rovarfehérje, ne a műhús irányába mozduljunk el, hanem természetes anyagok egészséges környezetben való termesztése, előállítása legyen mindig szem előtt. És akkor vissza is lehet kapcsolódni az előző nagyon fontos mondathoz, hogy a tudás mennyire fontos a magyar gazdáknak, megvan az a tudás, amivel ebbe a technológiai iránymódosításba be tudnak hatékonyan kapcsolódni? 10 éve zajlik a precíziós mérnökképzés. Létrehoztuk a drónkoalíciót. Képesek vagyunk a legkorszerűbb tudományos eredmények gyakorlatba való átültetésére, hisz 800 szaktanácsadó falugazdász működik a kamara keretein belül. Azt gondolom, hogy a kutatóintézetek működnek ma már, az egyetemekkel, épp a parlamentbe hívtam össze az egyetemi vezetőket, és együttműködési megállapodás született arra, hogy a tudományos eredményeket minél nagyobb sikerrel tudjuk átültetni a gyakorlatba. Ez a jövő lehetősége. Felújított szolgálati lakásokat adtak át Tiszaeszláron. A beruházás a Magyar Falu Program 25 millió forintos támogatásából valósult meg. Hölvényi György, európai parlamenti képviselő az átadó ünnepségen arról beszélt, Tiszaesztár fejlődése az összefogásnak köszönhető. Pár évvel ezelőtt még így nézett ki ez a tiszaeszlári kertesház, amelyben korábban egy állatorvos lakott. Az önkormányzat a Magyar Falu Program segítségével, valamint saját forrásból szolgálati lakásokat alakított ki benne. A projekt befejezése után az önkormányzat ünnepélyes átadó eseményt szervezett. Úgy gondoltuk, hogy ha nekifogunk és felújítjuk, akkor csinálunk belőle 3 kisebb olyan lakást, ahol fiatalok megkezdhetik az életet. Tehát kényelmes, mert mindegyik 2 szoba, konyha, rendben van, fürdőszoba leválasztva, és hogyha tiszaeszláriakkal tudjuk ezt belakni, akkor az egy külön öröm számunkra, hiszen a képviselői testület, és jó magam is, amikor választásokon indultunk, akkor elhatároztuk, hogy amit csak tudunk, mindent rendbe teszünk a településen.
úgyhogy ez nem is tudom, a 10., 12. átadása Tiszeszlár életében, és már 31-e itt van nem sokára, adjuk át a piacot. Tehát akkor, amikor elindultunk, vállaltuk, hogy sorba vesszük a gondokat. Ehhez nagyon jó csapat jött össze, tehát a mellettem lévő képviselők is egyöntetűen oda teszik magukat, hiszen ez nem csak a polgármester érdeme. Tehát ez egy csapatmunka. A Magyarfalu program keretében erre az épületre 24,6 millió forintot nyertünk, és még önerőből tettünk hozzá ahhoz, hogy ilyen állapotba kerüljön. Tehát én is említettem a beszédemben, hogy mindent elkövetünk, minden pályázathoz hozzáteszünk az önerőnket. Tehát a piachoz is van önerő, tehát ezekre odafigyelünk. Csak kapjuk meg a pályázati lehetőséget. Sesták Oszkár a vármegyei önkormányzat elnöke beszédében hangsúlyozta, a Vajda László vezette önkormányzat az elmúlt években számos infrastruktúrális fejlesztésben dolgozott együtt a vármegyével, amely a település népesség megtartó képességét erősítette. A mostani beruházás ugyan nem kötődik szorosan a vármegyei önkormányzathoz, de fontos szerepe van a helyiek közösségépítésében. Kis telepések nagyon fontos a szolgálati lakások megléte, hiszen ezzel tudják azokat a szakmákat, a településeknek fontos szakembereket itt tartani, akik fontosak, hogy a település élhető és szolgáltatásokban gazdag legyen. Ezért a szolgálati lakás program az nagyon fontos része, és a Magyar Falu erre lehetőséget ad. Ebben nincsen uniós pénz, de a magyar költségvetés lehetővé teszi, hogy Magyar Falu programból is ilyen fontos fejlesztések valósuljanak meg. Éppként az első területi operatív program pluszból megvalósult vármegyei beruházás éppen ezen a településen volt, akkor egy útfejlesztésről volt, szóval egy belterületi útfejlesztésről, tehát ebből is látszik, hogy Tiszeszlár igyekszik, sőt él azokkal a lehetőségekkel, amik a pályázati programokból adódóak, akár uniós, akár hazi Magyar Falu programból valósulnak ezek meg. Az Arany János út 21 szám alatt található ingatlanból 3 szolgálati lakást alakítottak ki. Ezekből 2 jelenleg a mezőőrség munkatársai bérelnek kedvező áron. Vinai Győző, a térség országgyűlési képviselője úgy látja, nem csak Tiszeszlár, de a községgel együtt a térség is folyamatosan fejlődik. Kiválóan teljesít az önkormányzat, hiszen 2019-ben lett Vajda László polgármester, és egy új képviselőtestülettel kezdte meg a munkát. Határozott célkitűzéseket tett ez a testület, hogy javítani kell a település infrastruktúráját, utakat, járdákat, és most itt egy szolgálati lakás átadásán vagyunk, de emellett a közintézményeket is, úgy, mint az óvoda, iskola, hogy elérhető legyen az itt élő polgárok számára, és hogyha a fiatalok ide akarnak költözni, mert a kormány családtámogatási rendszerét kihasználják, a Csók Plusz vagy a babaváró hitelt, akkor itt lehetőségük legyenek. De én mindig azt szoktam mondani, hogy emellett az infrastruktúra mellett, meg a közintézmények mellett a legfontosabb, hogy munkájuk legyen az embereknek, és itt Tiszeszlár az utóbbi években, mondjuk nem csak az utóbbi 5 évben, az utóbbi 10-12 évben jelentősen előrelépett. A településnek mondhatom azt, hogy 93-94% az aktív korú lakosságnak, a 15-64 éves korosztálynak dolgozik, és aki nem tud az elsődleges munkaerőpiacon dolgozni, annak segít a közfoglalkoztatási program, bár egyre kevesebben vannak ebben a rendszerben, a korábbi években többen voltak, de akik itt vannak, azok tesznek a településért, rendben tartják a települést, vagy éppen egy mezőgazdasági programban dolgoznak, és természetesen szükség van a szolgálati lakásokra is, hiszen orvost kell találni, védőnőt kell találni, rendőrt kell találni, mezőt kell találni, és hogyha ők ilyen korszerű lakásokban lakhatnak, akkor szívvel, lélekkel szolgálják a települést. Az eseményen részt vett Hölvényi György, a KDNP európai parlamenti képviselője. A politikus hangsúlyozta, Tiszeszlár fejlődése az összefogás erejében rejlik. Összefogással lehet valamit elérni, összefogás nélkül meg nem lehet semmit elérni. És ez még európai parlamenti képviselőként is a legfontosabb dolog. Ha képesek vagyunk összefogni, képesek vagyunk egy települést, egy megyét, egy országot összefogni, akkor mehetünk valamire. És nekem európai parlamenti képviselőként nyugodtan lehet mondani, az ott távol azt csinál, amit akar, és ha ide jön, akkor meg ugye távolról jött ember azt mond, amit akar, de nem így van. Ugyanis valahonnan táplálkozni kell.
És az ilyen összejövetekből, most nem kifejezetten csak magából a házból, de ilyen összejövetekből, ilyen együttlétekből lehet táplálkozni, és nem az én tisztem, de hadd mondjam nyugodtan, miért ne lenne az enyém is akár, hogy ezen áldás van. Az áldás van, mert egyszerűen a normális rendhez igazodott itt az élet, és igazodik az élet, és egyszerűen erre van ma szükség. A település aktív korú lakosságának mintegy 94%-a jelenleg is dolgozik, és akik nem tudnak az elsődleges munkaerőpiacon munkát találni, azoknak segít a közfoglalkoztatási program, amelyre ugyanakkor egyre kevesebbeknek van szüksége. Már csak 7 nap van hátra, idén május 21-e, a személy jövedelemadó bevallások leadásának határideje. Az SZIA 1+1%-os felajánlásokat is eddig lehet megtenni. A legfontosabb tudnivalókról most Piszár Tündét, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referensét kérdezem. Jó estét kívánok, köszönjük szépen, hogy itt van nálunk. Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást. A NAV ugye előzőleg már elkészített egy bevallást, amit március 15-i határidővel kellett elkészítenie, úgyhogy már effektíve olyan hatalmas nagy teendői nincsenek a lakosságnak, no de azért mégis vannak a május 21-i bevallási határidőig. Így van, március 15-éig az adóhatóság mindenkinek, akik rendelkeznek online felülettel, illetőleg online elérhetőséggel, valamint ügyfélkapuval elkészítette az adóbevallás tervezetét a 2023-as adóévre vonatkozóan, de nem csak azoknak készítette el, akik rendelkeznek online elérhetőséggel, hanem azoknak is, akik papíralapon kérték a tervezet postázását, tehát ők április 30-áig már zömmel meg kellett, hogy kapják az adóbevallás tervezetüket. Na most a legfontosabb tennivaló, és van tennivaló még május 21-éig, hogy mindenki ellenőrizze az adóbevallás tervezetben szereplő adatokat. Továbbá, hogyha szükséges, akkor egészítse ki azokkal az adatokkal, amelyekkel mindenképpen szükséges. Mondom, hogy mik ezek. Tehát elsőként itt főleg a magánszemélyekről beszélgetünk, tehát a magánszemélyeknek mindenféleképpen ki kell egészíteniük a tervezetet az egyéb jövedelmeikkel. Na most itt elsősorban olyan jövedelmekre kell gondolni, amelyek nem szerepelnek a tervezetben, tehát nem a munkabérre, amelyekről igazolást nem kapott a munkavállaló, hanem például ide sorolható a bérbeadásból, az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem, de például ugyanide sorolható az ingó vagy ingatlan értékesítésből, valamint a tőzsdei ügyletekből származó jövedelem is. A magánszemélyekkel ellentétben ugye a NAV elkészíti az adóbevallás tervezetet a magánszemélyek mellett az egyéni vállalkozóknak, az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyeknek, valamint a mezőgazdasági őstermelőknek is. Nekik is elkészítette, viszont ők önmaguk adják be a bevallásukat, de a NAV tervezetét alapként használják. Esetükben azonban mindenféleképpen ki kell egészíteniük a tervezetet a tavaly évben szerzett jövedelmi adatokkal. Na most a magánszemélyeknek ugyanez a kötelezettségük, de hogyha ők nem egészítik ki a tervezetük, akkor is automatikusan bevallássá válik. De nagyon fontos, hogy kiegészítsék a tervezetet az egyéb jövedelmi adatokkal, ugyanis abban az esetben, hogyha be nem vallott jövedelemre derül fény egy adóvizsgálat, egy ellenőrzés alkalmával, akkor nem csak a be nem fizetett jövedelem utáni adót kell megfizetnie az adózónak, hanem az adóhiány miatt keletkezett összeget, illetőleg adóbírságot, valamint késedelmi pótlékot is kell fizetnie. Tehát a jövedelem utáni eleve fizetendő adót is pótlólagosan be kell fizetnie. Május 21-éig, tehát akkor mindenkinek érdemes ránéznie, és hát gyakorlatilag hál' Istennek már a technikának köszönhetően ugye annyira egyszerűsödtek a folyamatok, hogy ott azért folyamatosan a rendszer, hogyha valamit esetleg rosszul töltenék ki, figyelmeztet. Tehát nem kell tőle egyáltalán megijedni. Egyáltalán nem kell, sőt, nagyon logikusan felépített és átlátható. Én mindenkinek azt javaslom, hogy a papíralapú tervezet helyett térjen át inkább az online ügyintézésre, ugyanis akár mobil applikáción keresztül, akár a NAV honlapján, az ESZIA felületen intézi az adóügyeit, és jelen esetben mondjuk az adóbevallás tervezetet ott nézi át, és ott ellenőrzi, nagyon egyszerűen lépésről lépésre tud haladni, és gyakorlatilag mondhatom azt, hogy szinte elronthatatlan.
Mennyire jellemző az, hogy még valaki egyáltalán postai úton kéri? Jellemző egyébként, de egy pozitív számadatot tudok mondani, vagy inkább azt tudom mondani, hogy százalékban kifejezve 15%-kal kevesebben nyújtották be idén papíralapon eddig a tervezetüket, tehát ez egy nagyon pozitív előrelépés, egy jó adat. Kicsit visszakanyarodva még az előzőekben mondottakhoz, tehát nem csak az egyéb jövedelmekkel kell kiegészíteni az adóbevallás tervezetet, hanem az esetleges kedvezményekkel is. A munkáltatók, illetőleg, hát igen, a munkáltatók vagy a rendszeres kifizetők már február 15-éig ki kellett, hogy adják a kedvezményekre vonatkozó jogosító igazolásokat, tehát ez elvileg minden magánszemélynek a kezében van. És az ebben szereplő adatokkal ki kell egészíteni az adóbevallás tervezetet, ugyanis ezek a kedvezmények pont azt a célt szolgálják, hogy csökkentsék az adóalapot. Tehát, hogyha valaki szeretné az adóbevallásában érvényesíteni ezeket, akkor saját magának kell ezt megtennie, és alaposan átnézni a tervezetet, illetve ellenőriznie. Ilyen például a családi adókedvezmény, hogyha jól tudom. Igen. És a NAV-nak itt azért van egy határidő is, amelyen belül utalnia kell, vissza kell utalnia a pénzt, vagy át kell utalnia azt a bizonyos összeget ugye az illetőnek. Igen, de most a kettő két külön téma, de kibontom. Tehát a családi adókedvezmény azon kedvezmények sorába tartozik, amelyekkel az adóalap, a fizetendő személyjövedelem adó csökkenthető. Tehát ide tartozik például a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, a 25 év alatti fiatalok adókedvezménye, a 30 év alatti anyák kedvezménye, a személyi kedvezmény, az első házasok kedvezménye, valamint a családi kedvezmény. Hogyha valaki évközben a családi adókedvezményt nem vette igénybe, akkor azt egy összegben az SZIA bevallásában igényelheti, ami azt jelenti, hogy havonta eltartottanként, mondjuk egy eltartott esetében ez havi 10.000 forintot jelent, két eltartott esetében havonta eltartottanként 20.000 forintot, három vagy több eltartott esetében havonta eltartottanként 33.000 forinttal több bevételt, vagy nem bevételt, hanem több magasabb összegű nettó kereset áll a családok rendelkezésére. Tehát ennyivel több marad a kasszában. És hogyha úgy vesszük, valaki ezt évközben nem érvényesítette ezt az adókedvezményt, akkor itt az adóbevallásban ugye egy összegben érvényesíti, és akár ezt veheti egy megtakarításnak is. Beszéljünk az 1+1-es százalékokról, ugye ez is fontos, ezt is május 21-éig kell eldönteni, hogy mely egyháznak, illetve mely civil szervezetnek ajánlom fel, adom 1%-át. Igen, idén is eldöntheti mindenki saját maga, hogy a személyi jövedelem adója 1+1%-át kinek és hogyan ajánlja fel. A rendelkező nyilatkozatokat ugye május 21-éig kell beküldeni. Na most az egyik 1%-ot egy civil szervezet számára lehet felajánlani, a másik 1%-ot pedig valamilyen vallási közösség, vagy pedig a Nemzeti Tehetségprogram számára lehet felajánlani. Fontos tudni, hogy a vallási közösség, illetve a Nemzeti Tehetségprogram számára felajánlott, korábban tett rendelkező nyilatkozatok mindaddig érvényben maradnak, és azokat a NAV gyakorlatilag felhasználja, és az adó, tehát gyakorlatilag ezek a rendelkező nyilatkozatok mindaddig érvényben vannak, amíg az arra jogosult egy újabb felajánlást, egy újabb nyilatkozattal nem tesz. Na most a civil szervezetek vonatkozásában minden évben új nyilatkozatot kell tenni. Rendszerint arról beszélünk, hogy május 21-e a bevallás határideje, de nem csak a bevallás határideje, hanem ekkor kell befizetni azt az összeget, amit bevallok. Így van, pontosan. Tehát gyakorlatilag az adóbevallás benyújtásának a határideje, ami egyben az adó befizetésének is a határideje. De ahogy említettük az előbb, az 1+1%-os felajánlásokról való rendelkezésnek is ez a határideje. Hogyha valaki úgy gondolja, hogy ez túl nagy összeg, amit be kell fizetni, akkor van erre valamilyen alternatíva? Igen, természetesen lehet igényelni részletfizetést. Abban az esetben a magánszemély, hogyha nem áfa fizetésre kötelezett, illetőleg vállalkozói tevékenységet nem folytat, továbbá a fizetendő SZIA-ja nem éri el az 500.000 forintot, akkor legfeljebb 12 havi egyenlő részletekben történő pótlékmentes részletfizetést igényelhet. A fizetési kedvezmény jóváhagyásáról nem tájékoztatja a NAV azokat, akik ezt megkapták, ellenben azokkal, akik nem feleltek meg a feltételeknek.
Az első részletet május 21-éig kell befizetni, a fennmaradó részleteket minden hónap 21-éig kell. Abban az esetben, hogyha valaki esetleg ezt elmulasztja, akkor a fennmaradó tartozást egy összegben késedelmi pótlékkal terhelten kell befizetni. Éppen ezért én javaslom mindenkinek a határidők betartását. Ugye felvezetőben elhangzott, hogy már csak 7 nap van a benyújtási határidőig, ilyenkor nagy dömpingre számítanak az ügyfélszolgálaton is? Igen. A gyakorlat és a tapasztalat azt mutatja, hogy igen, nagyon sokan érkeznek az ügyfélszolgálatainkra, éppen ezért is ilyenkor rendkívüli hosszított nyitvatartással várjuk Nyíregyházán a központi ügyfélszolgálatunkon az ügyfeleket. Hogyha mindenféleképpen arra kerül sor, hogy valaki személyesen intézze az adóügyeit, én javaslom, hogy előtte foglaljanak időpontot, mert akkor a várakozási idő valóban csekély lesz, ellenben hosszú. És ha jól láttam az internetes oldalon a NAV-nak, ott bizony van a gyakori kérdések részleg is, tehát hogy azért, hogyha valakinek vannak kérdései, amelyek mondjuk nem hangzottak el most itt akár a televízióban, és mondjuk éppen nincs kedve megemelni a telefont, vagy bármilyen oknál könnyebbnek tartja az, hogy felkeresse az önök honlapját, akkor itt azért részletesen tájékozódhat. Így van, egyrészt a NAV honlapján lehet tájékozódni, másrészt pedig a 18-19-es infóvonalon is. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. A jövőben már önálló épületben működtetik az idősek nappali ellátását rakamazom. Az önkormányzat önerőből vásárolt meg és újított fel egy üresen álló épületet a városban. Vinai Győző, a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, egy társadalom fokmérője, hogy hogyan vigyáz az idősekre rakamazon, ez véleménye szerint példásan működik. A szalag átvágását követően birtokba is vehették a megnyitón megjelent klubtagok a nappali ellátó helyiségeit. A Covid-járvány idején körvonalazódott az, hogy a bentlakásos idős otthonban ellátni azokat a 65 év felettieket, akik saját otthonnal rendelkeznek, és csak a nappali ellátást szeretnék igénybe venni, nem igazán szerencsés. Rakamazváros önkormányzata az elmúlt években azon igyekezett, hogy saját tulajdonú, jól megközelíthető helyen tudja biztosítani a nappali ellátást. 2020-21-ben a Covid-járvány olyan kihívás elé állította az önkormányzatunkat, illetőleg más önkormányzatokat is, hogy jelen esetben nálunk a bentlakásos idősek otthonában működött a szociális alapszolgáltatás, viszont ott a különböző járványügyi intézkedések miatt a bentlakó idősek védelmi érdekében nem lehetett folyamatosan biztosítani ezt a nappali ellátást, ezért az önkormányzat cselekedett és 2021-ben november végén eldöntötte, hogy egy önálló ingatlanban fogja a jövőben biztosítani, vagy kívánja biztosítani ezt a úgynevezett kötelező szociális alapszolgáltatást. 2021 novemberében egy a település frekventált helyén levő üresen álló ingatlant megvásároltunk önerőből. 2021-ben már az épületnek a tetőhelyezetet kicseréltük. 2022-ben a külső hőszigetelése nyílászárók cseréje folyt az épületnek. 2023-ban belső átalakítás felújítása, 2024-ben pedig a berendezési tárgyak, illetőleg a külső udvar rendbetétele folyt. Tehát ebből lehet látni, hogy évről évre építkeztünk tervszerűen, hogy a mai nappal ezt át tudjuk adni az idősek részére, és bízunk benne, hogy egy színvonalas helyen továbbra is színvonalas szolgáltatást tudunk biztosítani. Az Aranyévek Szociális Gondozási Központ dolgozói igyekeznek a kötelezően előírt gondozási feladatokon túl színes programokkal és az élet egyéb területein segítségnyújtással építeni a közösséget. Az idősek klubjának az a feladata, hogy elsődleges feladata, hogy az időskor okozta hátrányokat csökkentsük. Ideértve az elmagányosodást, izolációt, demenciát, ezeknek a tüneteit minimalizáljuk vagy csökkentsük. Az idejáró időseknek, akik ugye fel tudnak sétálni, lehetőséget biztosítunk különböző foglalkozásokra, mentális egészség megőrzésére, hogy a meglévő képességeiket megtartsák, fejleszék, illetve reményeink szerint a régiekből egy kicsit visszahozzunk. Ezen kívül fizikai ellátásukban is tudunk segíteni, mert előírás, hogy legyen fürdőszoba, mosdóhelység, vasalási lehetőség. Ezen kívül
közösségi programok szervezése. Az ünnepélyes átadó Minai Győző a térség országgyűlési képviselője beszédében kiemelte azt, hogy külön öröm, amikor egy település tisztán önerőből tudja fedezni az ilyen jellegű beruházásokat. Azt szokták mondani, hogy a társadalom fokmérője, hogy hogyan gondoskodik az idősekről, amikor már elérjük azt az életkort, hogy esetleg egészségügyi problémák vannak, és gondoskodnak rólunk. Itt Rakamazon az idősek otthona jól működik, közel 50-en vannak bent lakásosban, és most a mai napon átadjuk a nappali ellátás zászlós hajóját, ha mondhatom így, hiszen 3000 fő fölött a településeknek kötelező a nappali ellátás is, hogy azokat az időseket fölkeresi egy-egy szociális munkás vagy szociális gondozó, akik még otthon élnek, egyedül vagy együtt élnek, férj és feleség, és gyakorlatilag a nappali ellátásban szakszerűen segítenek. Én azt szeretném még hangsúlyozni, hogy itt Rakamazon példaértékű a szociális ellátórendszer, vagy a gondoskodás politika, de azt is hangsúlyozni kell, hogy az ellátórendszerben a dolgozók az egyik legfontosabb láncszem, az elhivatottság, hogy hogyan állnak ehhez az ágazathoz, és a szociális ágazat megérdemli, hogy figyeljünk rá, figyeljünk anyagi és társadalmi megbecsülés tekintetében. Május 13-án a központ dolgozói nyílt napra invitálják a 65 év feletti lakosságot annak érdekében, hogy egy közös eszmecsere alkalmával felmérjék az igényeket, és a szakemberek annak mentén alakítsák ki az új épületben a szervezett programot. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorral szerdán jelentkezünk, akkor többek között tiszavasvári felzárkóztatási programjával is foglalkozunk. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!